A belvárosi nyugdíjas klub a koronadísztermébe hívta találkozóra tagjait, valamint a város és a környező települések más klubjainak a képviselőit is. A jelenlévőket Köteles Rozália, a vendéglátóklub elnöke köszöntötte, aki már 18 éve vezeti az egyesületet. Hát mostan beszerettem fejezni ez az igazság, és majd a fiatalok folytatják. Hát a klubélet nagyon szép volt én részemre, de a tagok részére is, mert nagyon sok felé jártunk kirándulni, meg a kis térséggel tartottuk a kapcsolatokat, és akkor ebéd, zenés, este, tehát teljes kikapcsolódás az idősek részére, ami másképp már nem adatott meg, mert egy idős nem tud elmenni egy szórakozó helyre, hogy egy kicsit kikapcsolódja. A klubot 35 évvel ezelőtt alapította Jó Lajos 30 fővel. Volt olyan időszak, amikor a tagok száma 400 főre nőtt. Ez alatt az idő alatt rengeteg rendezvényt, kirándulást szerveztek, bejárták a térséget, sőt, szinte az egész országot. A nyugdíjasokat Farkas Éva Erzsébet polgármester is köszöntötte. A nyugdíjasainkra Makkóváros önkormányzatának képviselőtestülete több határozati döntésben is figyelemmel fordult. Így többek között az 5000 forintos Erzsébet utalvánnyal, amelyet ebben az időszakban a települési önkormányzatok képviselői hordanak ki. Ezen kívül 5 millió forinttal támogattuk a 13 nyugdíjas klubnak a működését, illetve programjainak megvalósítását, és éppen a belvárosi nyugdíjas klubot újítottuk föl az idei évben 2,5 millió forinttal. Mindezek azt összegzik és mutatják, hogy valóban a nyugdíjasok közössége fontos Makkóvárosa számára. A találkozóra a szomszédos településekről is érkeztek nyugdíjasok, többek között például Nagylakról, Csanádpalotáról, Kövegyről és Szőregről is. Ők közösen köszöntötték fel a makói klubot, és búcsúztatták el Köteles Rozáliát. Szeretettel jöttünk ide, mert meghívtak a belvárosi klubba, és Köteles Rozika ma tartja a 35. évfordulót a klubnak, és közben elmegy nyugdíjba, és mi most összefogtunk a kistérségiek, Csanádpalota, Kövegy, Királyhegyes, Nagylak és Ambróz Albert, és akkor egy gyönyörű ajándékos arat vettünk, mert mi régóta tagok vagyunk, és ezzel szeretnénk elbúcsúzni, meg megköszönni Rozikának a kedvességét, mert ő tartott minket össze, hát majd most elválik, hogy mi lesz ezután. A beszédek után a zene és a tánc játszotta a főszerepet, a jó hangulatról a jó zene és maguk a vendégek gondoskodtak.